Augusztus elején kezdte el a felkészülést az NKK Eötvös U16-os csapata, amely a legidősebb korosztálynak számít a klubnál. Az első időszakban, így a miskolci edzőtáborban is a vegyes felkészülés dominált, a fizikai és labdás gyakorlatok mellé aztán társult a taktikai elemek súlykolása is. A játékosok a Vessék tornatermében készülnek Ferenci Tamás irányításával, aki bízik abban, hogy a csapat a bajnokságban felkerül majd az országos főtáblára. Mi a regionális bajnokságba kaptunk besorolást, hisz egyesületünknek ez a második olyan szezonja, amikor ebben az U16-os korosztályban csapatot indít. Regionális bajnokságba kezdjük el a szezon. Bízom benne, hogy tudunk úgy szerepelni, hogy felkerülünk a főtáblára, és a főtáblán pedig próbálunk a lehető legjobban szerepelni majd. Az NKK-nak együttműködési szerződése van a Nyíregyházi Kossáda Akadémiával, így a fiatalok 16 éves koruk után is folytathatják sportpályafutásukat. 3 játékosunk öregedett ki a tavalyi szezonban, mind a 3 a Nyíregyházi Kossáda Akadémia csapataiba került. Van, aki az A csapatban, van, aki a B csapatban. Az akadémia szakmai stábja fogja eldönteni, hogy ki melyik csapatba kap besorolást, és abban a csapatban fog majd dolgozni egész évben. Sikerült nagyon nagyot előre lépnünk az elmúlt 2 évben. Itt leginkább a tömegesítésre gondolok, tehát egyre több gyerek választ bennünket, és sportol a NKK Eötvös színeiben. Ez az U16-os korosztályunk, amelyel 2,5 éve dolgozok, úgy gondolok, hogy ők tartanak jelen pillanatban legelőrébb, tehát itt van 6-8 olyan játékosunk, aki akár utánpótlás szinten, vagy későbbiekben is akár kosárlabdázóvá válhat, de minden egyes korosztályban, az U14-ben, U12, U11-ben vannak tehetséges, ügyes gyerekeink. Az edzőknek a célja az, illetve az egyesületünknek a célja az, hogy a lehető legtöbbet tudjuk ezekből a gyerekekből kihozni, és 16 éves kor után úgy adjuk át oda a Nyíregyházi Akadémiának, hogy ott megállják a helyüket, és valóban húzó emberekké váljanak. A klub augusztus végén ismét megrendezi az Eötvös Kupát a 16 éves korosztály számára. A házigazda mellett egy szerb, egy román és egy szlovák csapat, valamint a nyíregyházi, a debreceni, a szolnoki és a Honvéd Akadémia együttese lép majd pályára az augusztus 29-én kezdődő tornán.